Üdvözlök én is mindenkit itt a műcsarnok nagy termében. Sós Nóra vagyok, és ez az én kiállításom, amit most egy ilyen virtuális tárlat keretében szeretnék bemutatni önöknek. A kiállítás címe az, hogy Absturz. Az Absturz egy német kifejezés, és valójában azért választottam ezt, mert nagyon tetszik ennek a német szónak a több értelműsége. Tehát egyrészt ugye az Absturz jelent bukást, jelent zuhanást, jelent összeomlást, és engedjék meg nekem, hogy pár gondolatot felolvassak Hanvas Béla Karnevál című művéből, mert azt gondolom, hogy ez nagyon jól reprezentálja azt, hogy valójában miről is próbálnak ezek a képek szólni. Az idézet így szól. A pokolnak nincsen feneke, szólt. Aki belebukik, abban a zuhanás örök. Az őrületnek nincsen alkonya, mert éjszaka. Csodákat várni? Jó. És az egymásra kívánt átkok teljesülését. Minden perc kárba vész, amit nem jaj veszékeléssel töltünk. Aztán kezüket tördelik, és azt üvöltik, nem én voltam. Nem én. Hát ki? Most már azt az egyet biztosan tudom, hogy készülődhetünk. Elodázni? Még lehet, de nem sokáig. Jön a pillanat, amikor felébredünk. Készüljenek a nagyszerű ébredésre. Hogy milyen áron és melyik évben? Úgyis mindegy. Háború? Lehet. Lehet forradalom, vagy körmenet, vagy vezeklés, lehet bál, de valószínűbb, hogy éhínség, lehet ünnep, de azt hiszem, inkább tűzözön, mert mindenki erre vár. Mindegy. Készüljetek a nagyszerű ébredésre. Csak ott lehetnék, legalább a kapuig érjek, az ígéret földjére legalább egyetlen pillantást vethessek, egyetlen egyet. Az, hogy miért zuhanás, az azt gondolom, hogy az tükrözi legjobban azt az állapotot, amelyben ezeknek a képeknek meg kellett, hogy szülessenek. Amikor a felkérést kaptam erre a kiállításra a Dekovics Dóri kurátortól, én nagyon hűen ragaszkodtam ahhoz, hogy a kiállítás együttes gondolata, miszerint új festmények kerüljenek ki a műteremből a kiállító térbe, hogy ez az én esetemben is megvalósulhasson. Tehát az elmúlt egy-két évnek a festészeti munkái láthatók a falakon. A zuhanás, mint létállapot, azt gondolom, hogy így a COVID-járvány közepén sokunknak az érzete, vagyis hát a visszajelzésekből azt kapom, hogy mások is érzik ezt az állapotot, és valamilyen módon ezt az érzetet próbáltam ezeken a festményeken megjeleníteni. Képeim alapvetően ugye transzparencián alapulnak, tehát nagyon sok réteg jelenik meg az egyes testményeken, és ezek a rétegek nem csupán vizuális rétegek, hanem nagyon sok esetben gondolati rétegek és időbeli rétegek, tehát ezért nagyon fontos, hogy a néző és a festmény között mindenképpen létrejöjjön ez a kohézió, hogy ő is a saját gondolatait tovább vive, megértse a festményt. Most éppen az Absturz című festmény előtt állunk, ami tulajdonképpen a kiállítás, ha úgy tetszik, címadó festménye, vagy egyébként egy fő művemnek érzem. Ugye ezen a képen látható egy nagy utasszállítónak a roncsa, de valójában minden, ami a képen van, az alapvetően pseudó, tehát egy látszat. Azáltal, hogy a kép bal oldalán ezek a benszülöttek, ezek színnel lettek felrajzolva, vagy én úgy is mondanám, hogy felfestve, ezáltal ez a illékonyság, vagy ez a pseudó-szerű érzet, ez még erősödik. Az, hogy miért benszülöttek, arra talán az a magyarázat, hogy azt gondolom, hogy abban a világban, amiben mi élünk, vagy létezünk, ugye egy ilyen nagyon felgyorsult és felpörgetett világ, és nagyon kevés az olyan romlatlan
civilizáció, mint a benszülötteknek a világa, ahol még az értékek saját magukért valók, és olyan ez, mint hogyha ez a nagy becsapódás ezt a civilizációt, vagy ezt az ember csoportot érné. Na most ugye vannak a képen hát nem elrejtve, de hogy láthatóan erős szimbólumok, mint például ez a szoborfej, ami egy töredék, ha úgy tetszik, egy Mária szobor, egy szomorú Mária fejnek a töredéke, és annak egy pandantjáként megjelenik egy ilyen dollár kártún jel, mindezt a világot, amit a mondjuk, ha úgy tetszik, a valláshoz kapcsolt toposzaink jelentenek, és a mai világunknak a nagyon pénzcentrikus érzete, ennek a nagyon erős ellentéte, illetve hát megjelennek ugye az új motivumokként, ami a nagyon sok képemen átível, vagy mindenképpen megjelenik, azok a papírrepülők, ami ugyanezt ezt az illékonyságot, ezt a repülés közbeni dolgot próbálja megjeleníteni. Illetve én felfújtam egy láj feliratot, ami ugye magyarul hazugság, és megjelennek olyan motivumok, amiket egyébként is korábban is használtam, illetve új motivumok, ilyen például ez a kejfel juliska forma, amit itt ilyen festékszprével fújtam föl, vagy megjelenik a homokóra motivuma, ami új. Megjelennek a pillangók, azok is fújva vannak. Itt is van egy nagyon sok homokóra. Hát valójában ez az időről szól, hogy hát egyre folynak a homokszemek, és egyre fogy el az idő. Ha tovább megyünk, akkor láthatjuk a másik képet, az a címe, hogy Zeitgeist, vagyis korszellem. Ennek picit annyi a története, hogy ez valójában még a Covid-járvány előtt festettem, és az események alakulása folytán, az az érdekes, hogy ez kvázi egy ilyen váteszkép lett, ilyen ikonikusan alakuló váteszkép, amire hát nem volt igazándiból szándékom, de hát az események mégis azt igazolták, hogy bekövetkezett az, amire még a legrosszabb álmainkban sem gondoltunk. Na most ugye itt látható egy nagyon erős színekkel és festék felfestéssel, gesztusokkal felfestett alap. Ezen vannak különböző ilyen figurák, akik a múlt századból, Leonardo korából, még előtte, meg mai olyan repülő alkalmatosságok, amikkel próbáltak ugye meghódítani a teret, az eget, és fölemelkedni ebből a földi létből. És mindez a lebegés még fokozza ugye ez a lepke, ami szintén ugye a levegőben éli az életét, de hogy ez a lepke, ez fekete, és a közepén ugye egy halálfej látható, és kvázi úgy terül erre az egész színes világra, mint egy fenyegető szellem, ami hát beárnyékolja azt a létezést, amiben vagyunk. És hát itt is előfordulnak olyan motivumok, mint korábban homokóra, meg kejfejuliska, meg pillangók, stb. A vakok országa, aminek van egy irodalmi előképe is, a Wellesnek a novellája, ugye ebben a novellában egy Nunez nevezetű főhős, aki eljut egy olyan világba, ahol csupa vak ember él, és próbálja nekik elmondani, hogy milyen gyönyörű a világ, milyen szép a naplemente, mennyire szép dolgok vannak a világban, de ezek az emberek nem hisznek neki, és azt gondolják, hogy ő beteg, és meg kell gyógyítani, kvázi ugye meg kell vakítani, mert ő hazugságokat állít, hogy ez nem igaz, amit ő állít. Ugye Nunez elmenekül végül is a történet szerint, de én ezt nagyon paralelnek érzem, ezt a helyzetet,
a mai helyzetünkkel, vagy azzal a helyzettel, amiben kvázi én fölnőttem. Tehát ugye, hogy itt a felső rétegben láthatunk egy kis dobos osztályt, és ez ugye az én gyerekkorom is lehetne akár. Itt minden gyerek lehunja a szemét, katonás sorban állnak, középen a tanítónővel, és hát mindenki teszi a dolgát, és bármilyen fajta egyéniség, vagy kvázi aki így kitűnne, vagy megpróbált volna más módon cselekedni, azt ugye tudjuk, hogy az ment a fasírtba, tehát ha úgy tetszik, ugye alul ez a lila vonal, ez egy húsdarálót jelképez. Alapvetően azt gondolom, hogy az, ami így a én gyerekkoromban, vagy a kádárkornak ez a poshat levegője, amikor mindenki egyen gondolatok szerint létezett, ez nagyon sok esetben hasonlatos ma is, hogy aki szabadabban próbál gondolkodni, vagy létezni, az valamilyen fajta kívülállást jelent. És megjelennek itt még érdekes motívumok, ugye a finoman látható egy varázsceruza, a varázsceruzából a kisfiúnak a képe olyan, mintha ő rajzolná ezt az egészet, ugye a pillangók, és itt van egy távollátó ember, és van egy szarvasbogár. A szarvasbogár az nagyon erősen az én gyerekkorom, amikor még így kellett gyűjteni ilyen, a szocializmusban kellett gyűjteni ilyen rovarokat, állatokat, és ezek így föl voltak rakva gombostűvel, szóval, hogy nekem ez mindig van, ebben van valamilyen ilyen fura, ilyen viszolygás, vagy ilyen fenyegetettség érzet. A kép jobb oldalán felfestettem a kislányomat, aki ott fúj egy buborékot, tehát itt a transzparenciának meg lehet figyelni egy ilyen sokszoros rétegzettségét. Ha tovább megyünk, akkor itt van a Postfestum című festménye. A Postfestum az tulajdonképpen ugye azt jelenti magyarra, vagy hát, hogy ünnep után, omáskép tulajdonképpen, és igazándiból egy árszpoetika. A története annyi ennek a képnek, ugye, hogy szerintem minden művészt nagyon erősen befolyásolnak az utazásai, ahol jár. Az mindenkire nagyon erős hatással van. És a művészek esetében ez ugye valamilyen módon átfolyik így a festészetükön. Ugye azért is írtam, hogy Postfestum, levél Mária Lessingnak, mert a Mária Lessing az egy nagyon híres osztrák nőművész, festőművész volt, aki nem csak azért volt nőművész, mert nő volt, hanem mert egész életében a nőiség és az identitás körüli reprezentáció körüli élte és festette, vagy dolgozott. És a Mária Lessingnak van egy műve, a Woman Power, amit 1979-ben festett, akkor, amikor én is születtem, és számomra ez egy fontos kép, és mivel pár évvel ezelőtt New Yorkban jártam, ugye valahogy ez a két élmény, ez nagyon erősen dolgozott bennem, a Mária Lessingnek ez a Woman Power képein, ő, mint egy ilyen mesztelen gólem, megy New York felhőkarcolói fölött, és ez a női erő. Na most itt az én képemben is kvázi ezt megidézem, hogy az alsó rétegben szénnel itt vannak a New York-i felhőkarcolók, fölötte vagyok én, és fújok buborékot, és megjelennek még, itt egyébként a Mária Lessingot megidézem a képen, tehát ha ugye fordulunk a képen, vagy hogyha oldalt nézzük, akkor itt van Mária Lessing, egy ilyen szemüveges nő, és itt van a nyakkendője, amin azt hiszem Marilyn Monroe, vagy nem is tudom mi, de alapvetően egy ilyen kicsit férfias kinézetű nő, de akartam, hogy ez mégis ott legyen a képen, és mondjuk, ami ilyen New Yorkhoz tartozó, hát ilyen toposz, vagy ilyen idol, mondjuk itt van a robot, ami a
a Beastie Boysnak az Intergalaktikból a vett robot, és megjelenik még nem Kim Jong-un, hanem Trump, mert az nagyon vicces volt, hogy New Yorkban, amikor kim voltunk, akkor nagyon erős volt a Trump kritika, és az nekem nagyon tetszett, hogy mindenféle trollbaba, meg mindenféle módon próbálták a Trumpot ábrázolni, és ilyen eladhatóvá tenni, mert ezek igazándiból ilyen szuvenyírek voltak. Itt vagyok én, aki festészettel foglalkozom, és ott állok kvázi a világ tetején, és fújom a festékfacákat. Ugye 4 festményt látunk, a Personal Protection 1, 2, 3, 4 alcímet kapták a festmények. Ezeken a képeken gyerekek vannak, akik valamilyen eszközzel játszanak, vagy éppen egy maszk mögé bújnak, és megjelennek a képeken ugye az eddig felbukkant papírrepülő, kvázi mint egy ilyen konstruktív vizuális elem. Na most itt a personal protection, vagyis személyes védelem, ezt azért adtam a képeknek, mert mára, most már el lehet mondani, hogy az egész világ ilyen személyes védelemként ben létezik, tehát ugye azáltal, hogy ugye mindenre fölvesszük a maszkunkat, ezáltal ugye mi is próbáljuk magunkat megvédeni attól, ami kívül zajlik, ugye hát próbálunk nyilván vírus elől védekezni, de mégiscsak elrejtjük magunkat. Na most itt, ha úgy tetszik, a gyerekeknél ugye ez egy játék, de valójában azáltal, hogy magukra húznak valamilyen másik alakot, azáltal az ő személyiségük is elrejtve marad. Egy kicsit úgy, mint mi is, akár ha arra tekintünk, hogy mondjuk a virtuális közösségi hálózatokon, hogy mi is próbálunk mindenféle személyiségek mögé rejtőzni, vagy akár az igazi személyiségünket nagyon erősen, én legalábbis azt látom, hogy nagyon sokan nagyon erősen titkolják, és mindenféle álca szerepeket kényszerítenek magukra. Azt gondolom, hogy a gyerekeknek a világa az valahogy nagyon szép. Én nagyon szeretem az ő világukat, mert saját, azt látom, hogy saját nyelvük van, saját grammatikájuk, saját személyes identitásuk, és aztán ahogy a gyerekek fölnőnek, úgy változik mindez meg, és azt gondolom, hogy a gyerekeknek igenis joguk van erre a személyes védelemre. Ami vizuálisan esetleg érdekes lehet, ugye, hogy ezek a képek is, és nagyon sok esetben a képeim forgathatók, tehát hogyha ezeket a képeket megfordítanánk, amit most nem fogom megtenni, mert nagyon nehéz lenne visszatenni, de ezek működnek teljesen, mindegyik működik fordítva is. Tehát ebből a falból nyugodtan lehetne egy új kiállítási rendszert föltenni. Na most az, hogy a figurák nagyon erősen ugye egymásra rétegződnek, ezért ugye finoman bomlik ki, hogy alul is van egy figura, és elsőre nem is pontosan érthető, hogy mi is ez a kör vagy karika, csak azáltal, hogyha mondjuk beforgatnánk a képet, akkor láthatnánk, hogy ez egy hula-hop karika, amit az egyik gyerek tart, és az a fura, hogy bár itt nincsenek ugye maszkok a gyereken, de mégis von köréjük egyfajta személyes védelmet, vagy személyes aurát. Na most elérkeztünk a kiállításon az utolsó képhez. Ennek a képnek az a címe, hogy az óra körbejár, ugye ez egy ilyen tondó forma. Egyébként ugye ez a körforma, tehát azáltal, hogy ugye ez egy kör alakú vászorra készült ez a mű, ha megfigyelik, akkor láthatók óraszámok, tehát ugye, hogy ez utal arra, hogy ez, ha úgy tetszik, egy óra, és erre utal az, hogy az óra körbejár. Tehát ez, ahogyan az eddigi képeknél is előfordul ez a forgathatóság, ennek
ennél hatványozottabban megjeleníthető ez, tehát hogyha mögötte lenne egy valami fajta szerkezet, akkor simán lehetne akár ezt forgatni, mert a kép nagyon sok módon állhat. És ugye van egy finom fókusz, amerre ezek a figurák tartanak, tehát mintha itt lenne az órának a itt tudom én, a szerkezete, vagy innét indulnak a mutatók. Na most a mutatók ugye nincsenek, tehát a mutatók, a valós mutatók hiányoznak, de ha úgy tetszik, akkor ezek a mutatók, ezek az alakok, és hogyha megfigyeljük, akkor itt lehet látni, hogy ez egy női életforgó, tehát ahogy a nő életének a szakaszai mozognak, ugyanúgy mozog ez is. Azt gondolom, hogy ez az élet, szóval, hogy itt minden próbálja az időt valamilyen módon megragadni, és ez a kép is az időről szól. Az, hogy a pingvinek ugye közben a képen felbukkannak, hát ez meg az az idő, ami közben a világban történik. Szóval, hogy valahogy úgy, ha úgy tetszik finoman, mert elég sok képemen én festettem korábban is pingvineket, azon túl, hogy ezek nagyon bájos állatok, szerintem van egy nagyon szép szimbolikájuk, és hogy főleg manapságra, amikor már így ilyen klímakatasztrófák, meg stb. Után közben vagyunk, és látjuk ezeket az állatokat védtelenül a itt tudom én, a jégtáblákon, vagy a száraz földön totyogni. Szóval azért nagyon sok minden változik közben az életünk során. És ezt próbálja ez a kép megjeleníteni. Mindezek ellenére, ami így a világban zajlik, és ez egy, ha úgy tetszik, ez egy ilyen fura, utopisztikus gondolat, hogy egy ilyen zuhanásban vagyunk, azért ugye úgy van ez egy kicsit, mint a Mrozsek novellában, ahogy ugye zuhannak a figurák, és nincsen becsapódás, nincsen drámai vég. Ezek a figurák hozzászoknak, elég jól el is beszélgetnek, tehát hogy úgy hozzászoktunk ehhez az állapothoz, de mégiscsak azt gondolom, hogy minden zuhanásból lehet felfelé emelkedni, és én ebben nagyon hiszek, és nagyon remélem, hogy ez így is lesz. Jó napot kívánok, Bihony Győzőnek hívnak, festőművész vagyok, és jelenleg itt tartózkodunk a műcsarnokban, az önálló kiállításomon, aminek magyarul az a címe, hogy a városnak és a világnak. Az, hogy miért ez lett a címe a kiállításnak, talán a végén válaszokat kaptok rá, vagy választ kapnak rá. Hát azelőtt a kép előtt állunk, amelyet tulajdonképpen az itt lévők közül a legelső volt, amit én elkészítettem. Ez egy 2010-es munkám, és ennek a képnek az az érdekessége, hogy ez első alkalommal tulajdonképpen csak egy négyzetméter volt, tehát ennyi volt maga a kép. Én ezt beadtam pályázatokra, szép sikereket értem, elvelet több helyen kiállították, de mégis úgy éreztem, hogy ez a kép még nincs befejezve. Ezzel még kéne valamit csinálni, kicsit nagyobb méretűvé, és aztán megfogalmazódott bennem az, hogy ennek a nézőpontja a felülnézet. És milyen érdekes lenne az, hogyha létrehoznék egy olyan alkotást, aminek az lenne az üzenete, majd 1000 vagy 2000 év múlva, hogy jé, az emberiség már 2000-ben olyan szinten volt, hogy képes volt kívülről szemlélni a Földet. És én akkor gondolat mentén egy olyan képet hoztam létre, aminek a egy négyzetméterre látvány alapú, és a következő 70% pedig az én általam elképzelt tér, illetve táj. Tehát ez egy képzelt kép, de mégis olyan érzetet kelt ez a kép, mintha egy űrhajóból szemlélnénk a Földnek egy nagyon szép részletét.
azért érdekes számomra, hiszen én Szentendrén élek, és expresszionista művész voltam, de valahol Szentendrén az ember mindig egy kicsikét konstruktivistává válik. Olyanok az utcák szerkezetei, a nagy művészek tradíciói, hiszen itt éltek nagy nevű konstruktivista művészek, és ez mind-mind determinálták az én művészetemet. Megpróbáltam rendbe tenni ezt a felülnézeti képet. Az előző képen ugye láttuk, hogy ez egy nagyon szép tájegyüttes volt. Itt viszont egy ipari táj látható. Egy pár évvel ezelőtt, 3-4 évvel ezelőtt meghívást kaptam a győri Romer Flóris Múzeumban, és annak kapcsán készült ez a kép. Ez nem más, mint a győri vonatkozású Audi gyárat ábrázolja. A Google Earth segítségével megtekintettem ezt a tájat, és akkor döbbenten fedeztem fel, hogy milyen hatalmas nagy a gyár komplexum, hogy hány apró pici üzemből áll. És mikor megtaláltam a témámat, akkor úgy gondoltam, hogy valami módon ne csak fessük meg a tájnak a szépségét, hanem valami tartalom is, valami értéket hozzunk létre. A képnek a címe a Brand. Na most azért lett ez a címe, hiszen az Audi gyár egy nagyon értékes brand tulajdonképpen, és én megpróbáltam azt, hogy ebben a tájkörnyezetben ezt úgy beaplikálni, mert ez egy kollázs tulajdonképpen csipkéből, hogy ezek az üzemek mind-mind fel legyenek csipkéből rakva. Hogy miért csipkéből? Arra az a válaszom, hogy ez egy nagyon magas minőségi termék. Tehát nagyon finom benne minden. Ha beülünk egy autóba, akkor látjuk a bőrülést, bőrkormányt, cseresznyefa berakású belsőt, és én ezt valahogy szerettem volna kifejezni. Egyenként felraktam az üzemeket. Ezen az üzemen például itt a légellenállás nézik, egy az egyben méretarányos. Igen, ám, de mikor én erre gondoltam, akkor egy nagy vizuális kihívás volt a következő, mégpedig az, hogy a táj szervesüljön az idegen kollázs anyaghoz. És én ezt úgy tudtam megcsinálni, hogy miután megfestettem a tájat, a bizonyos tájegységeket, részeket megpróbáltam olyan felületté alakítani, hogy annak is csipke hatása legyen. Elárulok egy szakmai titkot, ez úgy készült, hogy én ezt különböző hengerekkel felhengereltem a kép felületére, és ezáltal úgy érzem, hogy jól szervesül a két anyag, a festék, és illetve ez a kollásszerű csipke jól szervesül a kép szerkezetére. És még egyszer, tehát az üzenete ennek annyi, hogy Győr városában ez a cég nagyon-nagyon magas minőséget hoz létre. Az információkat és a motivációimat az internetről, vagy pedig egy drón segítségével szoktam szerezni. Ez azt jelenti, hogy az információk, hát az internetről mindenkire nagyon nagy mértékben rá áramlik. És a következő alkotásomnál nagyon fontos volt a motiváció. Ennek a képnek a címe Aleppo egykor és most. A képnek a története, a keletkezésének a története a következő. Az interneten szörföztem, és döbbenten láttam a BBC-nek egy videóját, egy 15 perces videóját, ahol egy drón berepült Aleppo nevű városába. Aleppo, azt mint tudjuk, egy olyan város volt, ahol arab város, szíriai város, és annak idején egy pár évvel ezelőtt háború volt. A BBC videója arról tudósított engem, hogy ez a város ki van égve, és valami döbbenetes élmény volt számomra az, mikor felfedeztem, hogy az épületekben,
ott vannak elhagyott kisgyerekek, 4-5 éves gyerekek magukra hagyva, és nincs körülöttük semmi, csak a szürke hamu. És ez olyan megrázó volt számomra, hogy olyan sebeket ütött bennem, hogy úgy gondoltam, hogy ezzel a témával foglalkoznom kell. És megnéztem ezt az Aleppo nevű várost, hogy milyen volt ez néhány évvel ezelőtt, még mielőtt kitört a háború. És a kép szerkesztésénél megfestettem, illetve megszerkesztettem és megépítettem, hiszen én nem csak festek, hanem én építkezem is, megépítettem Aleppo városát, azt az érzést, amit én a képek által láttam, megpróbáltam a képnek az egyharmadába besűrítani, és ezzel szemben, ezzel a konstruktivista rendel azt az anarchiát, azt a borzalmat, amit én a videó átnézése kapcsán éreztem, megpróbáltam a kettő-harmadban megjeleníteni. Azt, hogy a kifejezést, azt egy kicsikét még fokozzam, ezt a drámát, arra az elhatározásra juttattam, hogy a képnek a felülete ne sík legyen, hanem térszerű. Ezért felépítettem papírból egy olyan anyagszerkezetet, ha megnézik, egész vastag, 5-6 cm vastag, hogy ne csak síkon tudjak dolgozni, hanem térben, és ezzel ki tudjam fejezni a tragédiának a hatását, és én ezt így próbáltam megjeleníteni. Alig, hogy elkészült ez a kép, döbbenten hallottam, hogy ennek Európára is milyen hatása volt, hiszen nem sokkal később rá Brüsszelben volt egy robbantás, és a repülőtéren, és az is sajnos az ilyen negatív élmények is inspirálják az embert a művészetre, és akkor történt az, hogy a párját megfestettem, tehát az Aleppónak van egy európai párja, ez pedig a Brüsszel című kép. A társadalmi változások mellett nagyon motivál a természeti változás. Az emberiség tulajdonképpen attól a pillanattól kezdve, hogy megjelent a Földön az evolúció vagy a teremtés által, ebből a szempontból sajnos mindegy, hogy egyből az történt, hogy a környezetünket szennyezzük. És én láttam a neten egy nagyon gyönyörű fotót, egy nagyon szép fotót egy dél-ausztrál területről, és aztán megnéztem a Google Earth-ön ezt a területet, és valami döbbenten láttam, hogy ott a természetben szinte minden körkörös alakú, mindennek van, nincsen éle például. És részletesebben megnéztem a Google Earth-en, és akkor eszembe jutott, hogy igazából ez maga a paradicsom mi állapot. Tehát az emberiség megjelenésével a környezetünk még gyönyörű volt. És én ezt megpróbáltam úgy kifejezni, hogy mindenhol körformák jelennek meg a képek. Igen ám, de ez a kép, ez márciusban készült, és már megvolt a felkérésem a műcsarnokban, és akkor én arra gondoltam, hogy Úristen, de mivé lett a természetünk? És akkor olvastam egy hírt, hogy a műanyagipar és a környezet szennyezés tulajdonképpen összefügg a divatiparral. És a divat, hogy az, hogy indokolatlanul sok tárgyat veszünk, sok műanyagot aggatunk egymásra, ez nagyon-nagyon szennyezi a környezetet. És igazából én egy képen belül, az a kép címe egyébként, hogy az elveszett paradicsom, megfogalmaztam azt időben, hogy milyen volt valamikor, és milyen lett most. És ez a kettőség, ahogy az Aleppo című képemnél fellelhető volt, itt is fellelhető. Az ékszerek és eldobált mindenféle műanyag klütyű mellett műanyag textil darabok, hulladékok kerültek még a képre, és ez maga, ez nem is olaja, hanem műanyag festékkel készült.
És nagyon érdekes gondolat fogalmazódott meg bennem, mert miközben én ezzel a képpel harcolok egy kicsikét a tisztább világért, és azért, hogy ne szennyezzük ennyire a környezetet, mikor kimosom egy-egy mű elkészülte után, mindig döbbenten mosom ki az ecsetet, hiszen mit csinálok? Azáltal, hogy a festéket kimosom az ecseteimből, szennyezem a környezetet. Tehát igazából ez a 22-es csapdája, és nem tudunk ebből a környezetből és ezekből a dolgokból kitörni. Mikor elvállaltam ezt a kiállítást, eszembe jutott még a Madácsnak az ember tragédiája, hogy ott is tulajdonképpen jelenetek vannak az Ádám és Éva történetéből, ami tulajdonképpen az emberiségnek nem csak az ember tragédiája, és én is megpróbáltam egy olyan kiállítást létrehozni, ami arról szól, hogy a környezetünkben, ami történik velünk, az tulajdonképpen mi magunk idézzük elő, de ez maga az emberiség tragédiája. Jó példa erre még az, hogy hova tart a világunk. A Mivé leszünk című installáció. Ez a Mivé leszünk installáció tulajdonképpen a kiállítás előtti napon készült el teljesen. Az első része, ez a laptop rész, ez hamarabb készült, néhány évvel hamarabb, és ki volt Szentendrén állítva a Balcsai Múzeumban. Még ez talán egy kicsikét pozitív hangvételűbb, hiszen itt még arról volt szó, hogy mi jut teszünk be az internetről, mivel mit tudunk kezdeni egy laptoppal. És akkor készítettem el ezt a részt. Ez az installáció együttes, egy kicsikét talán negatívabb hangvételű, az egésznek, mindennek, az alaknak, a laptopnak, a széknek, mindennek szimbolikus jelentősége van. Az alakot azért nem formáltam, lehetett volna műanyagból, sok mindenre gondoltam, de azért formáltam meg ebből a lukacsos rácszerkezetből, hogy rávilágítsak arra, több dologra is, de egy, rávilágítsak arra, hogy azáltal, hogy szabadságra vágyunk, a víz is egyébként ezt szimbolizálja, hogy szabadságra vágyunk, mégis mennyire elidegenedünk, hiszen bezárkózunk egy szobába, egy monitor elő, és virtuális életet élünk. A virtualitást is ki akartam fejezni a figurával, hiszen a szinte megfoghatatlan, épp hogy érezzük térben az egészet. Azon kívül az információ özön miatt, amiből kevés van, az mindig jobban megmarad. Amiből rengeteg van, és az interneten információból rengeteg van, szinte átúszik rajtunk, és azért lett lyukacsos a szerkezet, hogy bemegy az információ, és kijön az információ. Itt az alak maga, és a fej is nem felismerhető általános, mert igazából arról van szó, hogy általánosan hogyan hat az emberiségre az internet. Persze vannak jó oldalai is, és gondolkozok arról, hogy majd csinálok egy olyan installációt, aminek talán pozitívabb a kicsengése. Visszatérve még a Madácsi gondolatra, igazából én itt a teremtéstől egészen a falanszter jelenetig, tehát ez a hármas egység igazából számomra egyfajta ilyen Madácsi párhuzamot próbáltam itt ezzel megjeleníteni. Nagyon szerencsés, hogy a kurátor ide rakta ezt a munkámat, és a fém az ékszerekkel nagyon jól konvergál, illetve itt még, ha megnézzük, akkor a Lassa című képemre, ez egy szakrális város, a fém megtalálható, úgyhogy ez egy nagyon szép enteriőr lett számomra a rendezési szempontból. Itt,
itt a sarokban. A Lassa című képről csak annyit szeretnék mondani, hogy mikor egyszer beadtam egy pályázatot, és NKA ösztöndíjas lettem, akkor csináltam egy olyan sorozatot, aminek az volt a címe, hogy szakrális városok geometrikus tájszerkezetei, és igazából itt a fémnek, a textilanyagoknak és magának a hálónak vagy rácsnak itt is szintén szimbolikus szerepe van. Ez a képem reflektál igazából arra, hogy milyen nagy problémát jelenthet számunkra a globális felmelegedés. A környezetszennyezésnek az egyik következménye lett az, hogy egyre több terület elszárad, sivatagosodik, és a másik, hogy értesültünk az internetről arról, hogy az ózonpajzsunk kiukadt, és ez is egy probléma. Én ezt képileg úgy próbáltam megjeleníteni, hogy egy teknőbe kiöntöttem agyagot, és én az agyagot megszárítottam, és fantasztikus szép repedése lett, nagyon szép lett a grafikája. És a kép szerkesztésénél én arra gondoltam, hogy ez lesz a képnek a nagyobbik részén, ez a gyönyörű szerkezet. És akkor arra gondoltam, hogy válaszként létre kéne hozni egy másik szerkezetet, ez pedig az ózonlyuk. Igen ám, de ez annyira megfoghatatlan, hogy ezt egy másik rácsban is, és egy meghagyott kis fekete felületben akartam megjeleníteni. A színes részben pedig úti célok, vágyak vannak megjelenítve, térképszeletek. Szándékosan nem megfestettem, hanem rádobtam a Bécs, München, Madrid célállomásokat, és még sok-sok célállomásokat, azért, hogy a maga a térkép is tulajdonképpen egy szennyező anyaggá válik, és nem csak maga az utazás, hogy azáltal elmegyünk valahova, hogy nagyon sok szénmonoxidot bocsátunk ki, hanem nagyon sok térképet dobálunk, utána elavul, néhány év múlva dobjuk a szemétbe, és ezzel is ezt szerettem volna, erre szerettem volna felhívni a figyelmet. A szörfözéseim során a Google Earth-ön láttam, hogy Alaszka környékén milyen mértékben olvad meg a víz, és milyen szép, gyönyörű, vizuális és geometriai és geológiai képződmények jönnek létre. Azáltal, hogy felolvadt nagyon sok gleccser, nagyon szépé és színessé vált a környezet. De igazából ez is egy nagyon nagy probléma, hogy nem csak a szárazság, hanem az, hogy egyre több helyen lehet árvíz, özönvíz, vagy pedig a jégnek a felolvadása. Ez a képemnek a címe Alaszka, illetve olvadás. Ennél a négy kis képnek az a címe, hogy Terek a térben, és igazából az égi képeimnek a tovább gondolása. Egy picikét elvontabbak ezek a képek. A négy darab közül ez a második kép, ami legutoljára készült, talán itt az összes alkotásom közül is, és külön a címe az, hogy Sziget. Most azért lett a címe, hogy Sziget, mert miközben internetezünk, nézzük a képeket, információkat szerzünk, egyre jobban bezárkózunk, és távol kerülünk a társadalomtól, és igazából ezzel a Szigettel, ami a következő kiállítás kép, képnek lesz talán a címe, nem csak a Szigetre utal, hanem arra utal, hogy mennyire sérülékenyek vagyunk, mennyire egyedül vagyunk, és mennyire kiveszett
az élet, a társadalmi életünkből, most nem is beszélve arról, hogy van ez a járvány, és most még jobban el vagyunk szigetelve, mint ezelőtt bármikor. És ennek a negatív élménynek a hatására talán fogok festeni egy sziget sorozatot, és nagyon szépen köszönöm, hogy aki végig hallgatott, és talán választ kapott arra, hogy miért az lett a címe a kiállításnak, hogy a városnak és világnak Urbi et Orbi. Azért lett, mert én igazából ezzel a kiállítással egy felhívást szerettem volna a világ felé, hogy emberek, vigyázzunk a környezetünkre. Szeretettel köszöntöm az online tárlatvezetés nézőit és résztvevőit. Tenk László vagyok, én már 50 éve próbálkozom a festéssel. Kicsit félek attól, hogy untatni fogom önöket, mert hogy én egy olyan idejét múlt dolggal foglalkozom, mint a keretbe állított képek és hagyományos kifejezési eszközök. De ennek az az oka, hogy már nagyon fiatalon rájöttem arra, hogy én nem kereshetek egy kis üres területet a nagy modern művészet palettáján, hogy ahol még van valami fel nem tárt terület, hanem én csak egyet tehetek, megpróbálom magamat megközelíteni, és az én általam a világra alkotott képet minél őszintébben visszaadni. Akármilyen pici lesz ebben az új, de az mindenképpen lesz benne, hiszen Tengrászó még nem volt. Most én ebből a szempontból azzal kezdeném, hogy a számomra az élmény a legfontosabb a képek keletkezéséhez. Az élmény, amely nagyon sokféle lehet. A szép, a csúnya, a megrendítő, a titokzatos. És ezeknek az érzéseknek, gondolatoknak a szövete is, tehát ezek sosem egymagukban jelentkeznek, hanem egy egész különleges hálót alkotva, és a festő számára ez azt jelenti, hogy a nagy élmény egy olyan erős közlési vágyat indukál az emberben, amitől a képnek a minősége is az akadályokat könnyebben veszi, és jobban lendül. Ezért elsőként talán a tavasz, amely olyan élmény, amit aztán mindannyian átéltek és átélünk, és mindig nagy csoda és nagy ünnep a számunkra. Megmutattam, mint először talán ezt a Cseresznye és megyfa című képemet, ennek az érzéki örömnek a megragadásában készült, és párja a másik oldalon a tavaszi szél. Túl azon, hogy a tavasz egy mindannyiunk számára átélt és átélhető örömforrás, ugyanakkor az élet megújulásával, a virágzással egy mélyebb tartalmi réteget is meg tud célozni. Ezt próbáltam kiteljesíteni. A közelmúltban kaptam egyszer egy feladatot Óbuda Békásmegyer önkormányzatától, hogy egy nagy képen Óbudára jellemző dolgot örökítsek meg, és akkor készült ez a Hajnal tavasz című képem. Ez egy jó fél évet dolgoztam rajta, és nagy szerencsémre
a párom, Sólyog Gabi grafikus és filmes, a kezdetektől ott volt, és megdöbbent, hogy te ezt össze fogod kenni, ezt a gyönyörű fehér vásztat, és azt mondja, akkor én ezt fölveszem. És itt a mellettünk levő monitoron végig látható, ahogy készült a film, és ahogy végül fölkerült a helyére az önkormányzata. Na most ez nyilván, mi most nem tudjuk visszaadni a maga teljességében, de egy 10-13 perces filmen az egész kép készülése végigkövethető, sőt még a gondolati háttere is, meg szakmai. Tehát remélem talán még néhány napra valós képet is kaphatnak erről, akkor érdemes megtekinteni. Na most a tavaszról mélyebb rétegű gondolatok is előjönnek. Például itt a Madárfényben című kép, ez amelyik tulajdonképpen egy szentferenci hasonlat, egy ember, aki a madaraknak prédikál, de igaziból nem is, hanem ő merítkezik a madarak fényében. Tehát egyek vagyunk a természettel, az állatvilág és az ember, tehát egy közös természet része vagyunk. Ugyanennek a gondolatnak egy másik nézete a Április című kép. Itt tulajdonképpen a tavasznak ezt a kettősségét, a napsütés és az eső, a rügyezés, a sár, a pocsolyák, és megjelenik ez az ember, aki a maga bolondosságában, könnyűségében itt repes ebben a... Nem, mintha ő lenne az április bolondja, de valamit ezt akartam éreztetni ezzel, hogy akármilyen a tavasz, akkor mégiscsak repülünk. Most ennek egy kicsit, hogy mondjam, biblikusabb folytatása a mellette levő a Csoda jó fogás című kép. Ez 30-40 évvel ezelőtt valahol Tuniszba egy alkonyi tengerparti sétán találkoztam ilyen suhancokkal, akik ilyen merítőhálóval haláztak. És annyira megdöbbentő, ilyen biblikus élmény volt a számomra, hogy gyökeret vett a lábam. Ezzel együtt ennyi idő telt el, hogy nem tudtam vele mit kezdeni, mert irodalmi volt a téma, sehogy nem tudtam belőle képet elképzelni. És most önkéntelenül jött ez a, ahol megint csak az van, ami a Madárfényben, hogy a madarak adják a fényt. Itt ezen a képen is az a reményem, hogy ez a csoda jó fogás a halaknak a fénye vetül ezekre, tehát ez a belső fény, ami a suhancok, legények arcán, testén tükröződik. A figurák, tehát az emberi alaknak a megörökítés egész fiatal koromtól kezdve fontos volt. Épp azért, mert minden ember arcán, kifejezésében, tartásában új és új élményeket tapasztaltam, új és új ismeretekre tettem szert. Itt most van néhány olyan képem, amelyik csupán csak egy-egy figurát ábrázol, például a mintás kötény, ez a másik egy filozófus. Valahol a fejembe
Diogenész járt a gondolataimba, aki nappal egy lámpánál a piacon kereste az embert. Na most még egy kép van talán ebből a csoportból, az a szőlőszedő. Azt hiszem, hogy itt érdemes kitérni még arra, hogy az épített környezetünk is rengeteg élményt kínál, illetve rengeteg érzés, gondolat, hangulat tükrözésére alkalmas. Itt egy erdélyi hátsó udvarnak a viszonylag reális, tényszerű bemutatása, de a hangulata az annyira több ennél, mint egy látvány, hogy én emiatt vagyok úgy, hogy én sose gondoltam magamat látványfestőnek. Érdekes ellentéte az épített környezetem belül az a barlangtemplom, amelyik hát azt is az emberek építették, vagy vájták ki a földből, de egészen más hangulatban is. Egy dél-olasz barlangban találtam ezeket a ehhez hasonló formákat, és annyira megfogott, és annyira a külső-belső világításnak a kettőssége, amelyik nem hagyott nyugodni, tehát muszáj volt vele valamit kezdenem. Elég sok fát mutattam én most már, és nagyon fontos lenne a fáknak a jelképi szerepét is éreztetnem, hiszen kitüntetett szerepük van a képeim között. Ez a dió és aranyeső, ahol a tavasznak egy másik momentum van, hiszen ennek a diófának a törzse, a nyersessége, a durvasága, sőt a penészessége, ez szemben áll az aranyeső ragyogásával, de mégis a kettő együtt egy írtó megnyugtató és rendben lévő dolognak gondoltam. Folytatásképpen talán ezt a platános képet mondanám itt mellette, mert ő az, amelyik írtóra foglalkoztatott és érdekelt, sőt, még az volt a szándékom, hogy én magamat is ráfestem ott, hogy a fák között én ott megyek a fédig elrejtőzve. És ahogy egyre jobb lett a kép, egyre fölöslegesebb lett rajta a saját alakom, és amikor tetőpontjára vágott ez a küzdelem, akkor egyszerűen levakartam róla, és azt mondtam, hogy ez így is önarc kép, mert minden jó kép az engem fejez ki, és minden jobb, annál jobban kifejez. Úgyhogy hát ennek ez a története, de még itt arra is kitérhetnék, hogy a fák, a tavasz, az ősz, az egyéb körülmények azok segítik arra, hogy még gazdagabb beszédjük legyen. Így amikor rátaláltam a ködre, mint a beszédemet segítő egyik olyan összetevőre, amelyiket a leglényegesebb dolgok közé tudtam emelni. Ezért most megmutatom ezt a Út a ködben című képet. És igaziból ennél a képnél találtam rá arra, hogy
a köd nekem az időnek a múlását, és képes, amit az állókép, amivel mi nekünk dolgoznunk kell, az állókép az nem tudja időben tágan tükrözni a dolgot, de azzal, hogy a homályba vész a kép egy része, vagy a homályból tűnik elő, emiatt az idő képzetét tudja segíteni. Ennek szinte egyenes folytatása volt az időről és a folyóról című kép. Igaziból a folyó, mint az állandóság és az állandó változásnak a jelképe, a köd, ami az idő megidézője, és a fák élete és pusztulása, az pedig tulajdonképpen emberi analógiákat tesz lehetővé, mert sűrítményben ott látjuk az életüket és a pusztulásokat is. Talán közvetlen megelőző kép volt ez a folyóparti kiüzetés, ami ennek a majdnem, hogy szó szerinti elmesélése, hogy ahogy évről évre pusztítja a folyó, még végül kidül a fa, de még itt kapaszkodik, még ezer lábbal, karral. Mindenképpen emberi analógiákat vet fel. Na most ez a folyópartról és az időről és a folyóról című kép, ez egy nagyon furcsa álmot is indukált. Egyszer azt álmodtam, hogy ezt a képet látom, és írtó jó érzésem volt, hogy hát ezt én festettem, és milyen jól néz ki. És ahogy itt nézem, egyszer csak mozgódott az a fekvő fatörzs, átfordult, és akkor látom, hogy ez egy alvó ember. Ott fekszik valaki, és helyezkedik, és bebugyulálva van. Ennek a következtében egy csomó, legalább tucatnyi alvó, fekvő figurát és csoportokat festettem, és eljutottam ahhoz, hogy ezek közül kettő már ide is kerülhetett. Ez a három alvó és egyes, kettes. Ezek mind annak az álomnak a hatására, ami az időről és folyóról című képnek a nyomán jött létre. Aztán, hogy jó fél évig csak ezzel foglalkoztam, ezekkel az alvókkal, és egyszer csak az jutott nekem az eszembe erről a fekvő háromról, hogy annak idején a Krisztus hídját őrző katonák is elaludtak, és mire felébredtek, már a sír az üres volt. Na most ez a gondolatsor pedig indukálta azt, hogy elkezdtem a három figura és a Krisztus téma kapcsán elkezdtem azon gondolkozni, hogy tudnám megfogalmazni azt, hogy két nyers ember veszi le a keresztül a Krisztus testét. És hogy milyen hatással lesz rájuk azokra a nyers, közönséges halandokra. És hogy ennek szinte egyenes folytatása lett ez a Levétel című kép. Sajnos ezzel nem vagyok elég elégedett, mert
Otthon nekem sokkal jobbnak tűnt, itt a többiek közt már egy kicsit visszaült a minősége, de szerencsére van egy másik feszület és Mécses című képem is itt, amelyik viszont nagyon jól tartja magát. Ennek a motivumai egyesítik a fákról alkotott elképzelésemet, a külső és a belső fénynek, a természetes és a műfénynek, és a múltnak és a jelennek az együttesét, hiszen ez a Kiscelli Kálváriának a Krisztus keresztje, ami egyrészt a szűkebb hazám óra, és másrészt ebben az időben csináltuk ennek a teljes rekonstrukcióját, összegyűjtöttünk egy csomó támogatót, és ez az egész Kálvária együttes, sőt a hozzátartozó stációk is teljesen megújultak.